Bekapáltuk a szülőnket három ízben is. Nem sajnáltuk az erőnket, de volt haszna is. Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz dombot. Fenne látott szürdolmányon apró ezüst gombot. Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz dombot. Fenne látott szürdolmányon apró ezüst gombot. Fáradozva emlegetjük a szület nevét. Ugye kedves komám, asszony, isszuk a levét. Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz dombot. Fenne látott szürdolmányon apró ezüst gombot. Völgyet szeret a folyóvíz, nem a kopasz dombot. Fenne látott szürdolmányon apró ezüst gombot. A szőlőé, a szüreti hagyományoké és a bor készítésé volt a főszerep egy héten át a Borsodabaui Zemplén megyei óvoda, általános iskola, speciális szakiskola, kollégium és egységes módszertani intézmény Sátoraljaújhelyi tagintézményében, közismertebb nevén a Deák úti általános iskolában. Az iskolában kezdődő projekt hét keretében a szőlő és a szüret a témánk. A fő célunk az volt, hogy mivel virágörökség része a Tokaj borvidék, nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt a gyerekekkel megismertessük. Elsősorban a hagyományőrzés, ami a célja, ehhez kapcsolódó népszokások felelevenítése és megerősítése a gyerekeinkben. Nagyon színesre tettük a feladatokat, a kézműves tevékenységektől kezdve a szőlőnek a feldolgozása, a konyhában való megjelenése mind-mind szerepet játszik a heti programban. És a finomotorikától kezdve a tantárgyi tudás elmélyítése és kibővítése egyaránt célunk, tehát ez azt gondolom mindenféleképpen jó hatással és nagy fejlődéssel van a gyerekekkel. A programok sora táncházzal és játszóházzal indult az iskolában. A gyerekek a kézműves foglalkozás során különböző technikákkal készítettek dísztárgyakat, melyek természetesen a szőlőt mintázták meg, vagy a növény részeinek felhasználásával készültek. Fejleszti a gondolkodásukat, a kézügyességüket, a tárgyi tudásukat. Az alsó tagozatosok a másik teremben készíthetnek ajtódíszt, illetve parafadugó nyomda segítségével szőlőfürtöt formázhatnak. A nagyobb gyerekek mandalát festhetnek, természetesen szőlőmotívumokkal és levelekkel díszítve, itt pedig ilyen kis applikáció domborművet készítenek a gyerekek. Ki lesz festve a hét folyamán, és ki is állítjuk ezt egy kis kiállítás keretében. Mindenki nagyon örül az elkészült kis munkáknak, és még egymásénak is tudnak örülni, nagyon tetszik nekik, hogyha elkészítünk bármilyen kis dolgot, tárgyat. Szeretnek vele foglalatoskodni. A nagyobb gyerekeket oda tudjuk állítani a kisebb gyerekekhez, és ők a már megszerzett tudásukat ott hasznosítani tudják, de ezt akár tanítási órákon is megtehetjük, akár egy írás órán, hogy egy nagyobb gyerek megfogja a kisebb kezét, amikor ő, neki még nem alakult ki úgy a ceruza fogása, és nem olyan biztos a keze. Nekem nagyon jó volt az egész program, nekem nagyon tetszett az a népi tánc, amit táncoltunk lent a tornaterembe, és ahogy fent csináltuk, fent most feljöttem csinálni a dolgokat, azt a levelet, azt a szőlőket, és nekem nagyon tetszik. A hét második napján a diákok elméletben ismerkedtek a szőlővel és felhasználási módjaival. A foglalkoztató csoportok és az alsó tagozatos csoport bemutatója fogja megelőzni az én prezentációmat. Ez egy játékos gyermekfeldolgozás lesz, népdalokkal, mondókákkal kísérve a szőlő témakört fogják feldolgozni. Én a szőlő útját fogom bemutatni, egészen a szőlőtőkétől az üvegbe való kerülésükig, vagy pedig a hordóba való kerülésükig meg fogjuk beszélni a szőlőnek a részeit, a szőlőtőke részeit, a szőlőszem részeit, valamint a szőlő felhasználási módját, hogy a mindennapi életünkben hogyan használják fel az emberek, milyen az egészségre pozitívan ható hatása van a szőlőnek. Itt ki fogunk tekinteni a szőlőmagolajra, valamint egy magyar termék bemutatására is. Maga a bor az egy nemzeti kincsünk. Én úgy gondolom, Tokaj hegyalja az egy
védett kulturális örökségünk, és az ezzel kapcsolatos hagyományok felelevenítése az mindannyiunk számára fontos, és nem szeretnénk, hogy ezekből a hagyományokból a gyerekek bármilyen formában is kimaradjanak. Az elmélet egy gyakorlat követte. A Szepsi Lackó Máté mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola tangazdaságában kapta kízelítőt a gyerekek a szüreti hangulatból. A tegnapi nap folyamán megtanultunk, egy elméleti bemutató során megnézték a szőlőnek a felépítését, a gazdálkodását, és azt gondoltuk, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha átültethetnénk a gyakorlatba. Éppen ezért a mezőgazdasági szakközépiskolának meg is köszönve ezt a lehetőséget élve, és eljöttünk ide a tangazdaságba, ahol a gyerekek megismerhetik a szőlőt, mint gyümölcsöt, annak a támasztását, és a szüretnek a eszközeit, a munkafolyamatot. Vannak gyerekek, akiknek van otthon vagy a rokonságban lehetősége a szüreti munkának a megtapasztalására, de a nagy része azért távol áll ettől a munkafolyamattól, így nekik nagyon jó, hogy magával a szüreti eszközökkel és ennek a szüretnek a folyamatával így megismerkedhetnek. A hét talán legizgalmasabb és a diákok által legjobban várt programja a tolcsvai kirándulás volt. Ennek keretében a gyerekek megtekintették a szőlőfeldolgozás folyamatát, látogatást tettek egy kádármesterhez és a bormúzeumba. A szüreti projektetünk negyedik napján, csütörtökön, üzemlátogatáson vettünk részt az iskolánk tanulóival, mintegy 40 gyermekkel és néhány pedagógussal a Tokaj Kereskedőház ZRT tolcsvai üzemében. Itt végigkísérhettük a szőlő útját egészen a beérkezéstől a palackba jutásig, illetve a szállításig. Megfigyelhettük az újkori modern szőlőfeldolgozó eszközöket, eljárásokat, módszereket. A gyermekeknek kézzelfoghatóvá vált a szőlőfeldolgozás menete, folyamata. Láthattunk óriási nagy modern prést, nagy saváló tartályokat, illetve végigkísértük az üzemen belül csarnokról csarnokra a szőlő útját, egészen a palackozó sorig, ahol láthattuk, hogyan kerül az üvegbe, hogyan címkézik, illetve a legvégén a készraktárba is, a készáru raktárba is eljutottunk, ahol láttuk, hogy hogyan dobozolják, hogyan csomagolják, hogyan készítik elő a szállításra. Az üzemlátogatás után egy helyi mesterhez, Gomány Gergely kádármesterhez mentünk műhelylátogatóba. Az ő jóvoltából a tanulóink végigkísérhették a hordókészítés folyamatát. Láthatták, hogy mikből, milyen alapanyagokból készül, milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, eljárásokkal, és a szemük láttára készült el egy kisméretű hordó. Nagyon élvezték a gyerekek ezt a műhelylátogatást, hiszen számukra is nagy élményt jelentett ez, ahogy elkészült egy hordó. Megfoghatták, segíthettek, és érezhették az egésznek a illatát, illetve a folyamatot végigkísérték. Miután itt végeztünk, a Tolcsva község önkormányzatának jóvoltából a helyi bormúzeum és borászati kultúra házába mentünk. Itt a vezetőnk segítségével múlt századi szőlő, művelő eszközöket, kapákat, kétágukat, majd a szőlőfeldolgozáshoz szükséges eszközöket, hordókat, többféle prést, aszúválogató asztalt, illetve már láthattunk ott is palackozott borokat, illetve egy ilyen történeti áttekintést is kaptunk. Szerintem mindhárom külön-külön élvezetes volt számukra, hiszen tanulóink nagy része hátrányos helyzetű, egészen csak a szűk kis környezetükben mozognak otthonosan, és ezért fontos számunkra az, hogy kimozdítsuk őket a megszokott környezetből, hogy lássanak a világból mást is, mint amit eddig. Mindhárom helyszín nagy élményeket nyújtott számukra, külön-külön szerintem mind élvezetes volt, és élménygazdag. Csütörtökön nem ért véget a tolcsai látogatással a program. Délután az iskolában a gasztronómiája volt a főszerep. A gyerekek szőlőspitét készítettek. A gyerekek szeretnek a konyhában tevékenykedni, egy-egy részfeladatot bízunk rájuk, és ezt nagyon ügyesen megoldják.
A süteményhez a hozzávalókat előkészítettük, és a irányítás mellett, de a gyerekek önállóan oldották meg ezt a feladatot is. Nagyon ügyesek, és az elkészült süteményt közösen fogyasztjuk el. Szeretnénk, hogyha a gyerekek otthon is a családi körben bevonnák őket a sütés-főzés folyamatába, és hogy otthon is segítenének a szülőknek. Nagyon ügyesek voltak, és nagyon lelkesen készültek, és nagyon lelkesen sütöttek. A hét utolsó napján az iskola udvarán tevékenykedtek a diákok. A saját maguk által szüretelt szőlőt préselték, és a mustot is megkóstolhatták. Pont azt az időszakot éljük az őszből, amikor ez nagyon aktuális, különösen itt a mi vidékükön, hiszen hát a miről szól a történet ősszel, ha nem a szőlőről a hegy alján. És hát ezek a gyerekek gyakorlatilag ilyet még élőben nem láttak. Az egész folyamatát biztos, hogy nem ismerték. Biológia órán magáról a növényről biztos, hogy hallottak, de magáról a szüretről így, ahogy ez zajlik élőben, ez nagy valószínűséggel a nagy többség erről semmit nem tudott. Úgyhogy minden egyes mozzanata külön élmény volt nekik. Koronázta tulajdonképpen ezt a tegnapi nap, amikor lementünk Tolcsvárra, és a nagyüzemi részét is megismerhették a borgyártásnak, egészen az, hogy bekerülnek a földekről a konténerekbe a szőlők, egészen odáig, hogy kész termékként palackozva, becsomagolva, hogyan kerül el majd a fogyasztóhoz. És hát ugye itt most kicsibe meg ők maguk is átélik ennek az élményét, a szőlőtaposás, préselés, meg hát a must, ugye, amiről szól a dolog. Úgy látom, hogy kelendő a termék, és hát nem fog nekik megártani. Lehet, hogy még a későbbiekben ennek hasznát veszik, hiszen ezekből mi nagyon szeretnénk, ha szakmunkások lennének, és hát ugye adott a lehetőség helyben a mezőgazdasági szakiskolába, ahol ugye ennek komoly területe van meg hagyománya, sőt ugye hát voltak is kint a tangazdaságban, tehát valóban élő kapcsolatot is tartatunk, és már nem árt ez kiskorba elkezdeni, esetleg ráhangolódni egy adott szakmára, ismeretet szerezni, mert nem biztos, hogy mindenkinek pékcukrásznak kell lenni, és akkor új helyben van 865 pékcukrász, lehet, hogy nagyon jó szőlőmunkás lesz belőlük, és így hasznos tagjai lesznek majd itt a közösségnek. A projekt hét végén a tagintézmény vezetőjével beszélgettünk arról, hogy milyen jelentősége volt a programsorozatnak, miért volt fontos, hogy minél szélesebb körű ismeretekhez juttassák a diákokat, és mennyit tanultak a gyerekek a hét folyamán a szőlőről, a borkészítésről. Mint minden más iskolában, nálunk is folyik a mindennapi nevelés és oktatás, és szeretnénk a gyermekeinknek némi pluszt adni. Egyik lehetőség arra itt Tokaj-hegy alján a szüret környéki szokásoknak a felelevenítése a gyermekeknek egy kicsit az érdeklődési körükön túl megmutatni a világot, hiszen ha már itt élünk és olyan lehetőségünk van, hogy a szőlőt mint növényt megismerhetik, a szüret körülményeit megismerhetik, a préselést, a darálást, a borkészítésnek a műveleteit megismerik, akkor ezzel együtt szertesznek egy olyan tudásra, amelyet itt konkrétan a mindennapi órákon nem fognak tudni megszerezni. A mi gyerekeinknél ez különösen azért is fontos, mert jellemző rájuk az, hogy nagyon ritkán kerülnek ki ebből a szűk körből, amelyben ők élnek. Sokan vannak közöttük olyanok, akik sáros patakon sem nagyon fordulnak meg, vagy jellemző rájuk, hogy akár még a sétáló utcáig sem jutnak el, hanem az iskola és az otthon között zajlik a kis életük. Éppen ezért próbálunk nekik meg egy kicsit többet mutatni a világból, egy kicsit kitágítani körülöttük a világot, hiszen ők is itt élnek Tokaj-hegy alján, gyakorlatilag szinte semmit nem tudnak a szőlőről sem. Így aztán ezt a hetet szépen a iskola pedagógusai fölépítették, és a hét minden napjára valamilyen különleges programot csináltak a tanítási időn túl. Így szó szerint megismerkedtek a szőlővel, mint növénnyel, föld felett és föld alatti részével, a szőlővel, mint gyümölccsel. Külön szeretném megköszönni azt, hogy volt lehetőségünk itt Sátoraljaújhelyben a Szepsilackó-Máté iskola tankertjébe kimenni és megnézni, hogy hogyan folyik a szüret. Szeretném megköszönni a tankerületünknek, a mi esetünkben ez a Tiszaújvárosi tankerület, hogy anyagi lehetőséget biztosított arra, hogy busszal Tolcsvárra el tudjanak jutni ezek a gyerekek, és ott a szőlőfeldolgozóban szétnézhessenek, valamint kádár tevékenységet is, ott egy borászati múzeumot is megnézhessenek
ez az ő segítségük nélkül a mi gyerekeink számára valami nagyon fantasztikus és távoli dolognak tűntek volna, de így ez megvalósulhatott, és ezután pedig folytatódott itt helyben az iskolában. Hoztunk kis miniprést, hoztunk egy szatyor szőlőt, és itt megvolt a mustkészítés és a mustivás, és megvalósult, nagyon élvezték a gyerekek. Jól kifáradtak mind a pedagógusok, mind a gyerekek ez alatt a hét alatt, hiszen emellett még aztán különböző sütemények sütésére is sor került, tehát azon a héten igazi hegyaljai szüreti hangulat volt az egész iskolában, és úgy gondolom, hogy ez minden tanuló és pedagógus számára egy élmény maradt, és ez is volt a célunk, hogy élményt és tudást, élményt szerezzünk és tudáshoz juttassuk a gyermekeinket. Ahogy igazgató úr elmondta, nagyon színes programokon vehettek részt a gyerekek a hét folyamán, de mennyire voltak fogékonyak a szüret iránt, a borfeldolgozási technikánk iránt, illetve az összes program iránt, amin részt vehettek? Az érdeklődés az folyamatosan nagy volt, hiszen mondom, számukra önmagában az, hogy egy 3-4 kilométeres séta, ez már egy egész jó kis sportteljesítmény volt, oda aztán a másik 3-4 kilométer vissza. Én gyanítom, sőt állítom, hogy 99%-uk talán még szőlőben életében nem járt, az, hogy hogyan, mik a szüretnek a szabályai, hogyan kell arra vigyázni, hogy egymás ujját mondjuk a szőlőfürtök levágásánál ne vágják el a balesetvédelmi szabályokat, ezek mind érdekelték őket. Nagy figyelemmel kísérték a tornatermünkben a kivetítős foglalkozást, ott a válasz kérdéseket követő válaszokból is kitűnt, hogy igenis odafigyelnek, és vissza is kérdezhető a megszerzett tudás részükről. A tolcsvai buszos kirándulás az megint egy nagy élmény volt, önmagában a buszon való utazás, ismeretlen tájak, ismeretlen településnek a felfedezése, és hát valljuk be, egy ilyen helyre, mint a szőlőfeldolgozó üzem, még egy felnőtt számára sem egyszerű az ide való bekerülés, mert akárki csak úgy nem teheti be a lábát, tehát itt engedélyeztetni kellett. Külön köszönöm azoknak a kollégáknak, akik ebben az időszakban is segítettek és elérték azt, hogy ugye egészségügyi szabályokat is be kellett tartani, de nem lehet akármilyen ruhában, akármilyen öltözékben bemenni. Tehát mindezt sikerült megvalósítani, és így kerülhetett aztán sor. Tehát itt aztán tényleg olyan dolgokat láthattak, amelyet nagyon-nagyon sok ember, még azt mondhatjuk, a világon sem láthat sok ember, hiszen ezt esetlegesen csak a Tokaj-hegyalján élő gyermekek, az oda bejutók láthatják, és nekik lehet róla igazi tudásuk. Az iskolának, az oktatásnak is már önmagában az a feladata, hogy a gyerekeket felkészítse a felnőtt életre. De egy-egy ilyen hét, amikor nem csak elméleti tudást kapnak, hanem gyakorlatban is részt vehetnek a foglalkozásokon, mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy ők érdeklődő felnőttek legyenek? Mivel aztán a mi iskolánknak a végkimenete 9., 10., 11. és jelenleg még 12. osztályban egy növényekkel foglalkozó részszakmának a megszerzése, így könnyen elképzelhető az, hogy ennek kapcsán valakiben az érdeklődés az megszületik a növények iránt, és így ezelő segítheti azt, hogy majd 8. után a pályaválasztásnál esetleg ebbe az irányba a szőlő termesztéssel kapcsolatos munkában, vagy munkára kerüljön, mert azt tudni kell, hogy a mi iskolánk tanulóinak az életében várható munka az a kétkezi munka lesz. A kétkezi munkák közül pedig megint csak Tokaj-hegyai, Sátoraljaújhely környékén, hát pont a szőlő az, amely nagy területen jelentős mértékben ott van, és munkát adhat, és munkát ad is az itt élőknek. És nyilván, hogyha azt akarjuk, hogy a mi gyermekeink nem munkanélküliként éljék majd az életüket, akkor irányítanunk, orientálnunk kell őket valami felé, ez pedig ebben az esetben a szőlőművelés lehet. Lehet, hogy egyenes út van. Én ezt még úgy Isten igazából át sem gondoltam, de ha az ember nagyon komolyan megnézi, akkor lehet, hogy ez az egyenes út arra, hogy munkahelyük legyen. Beszéltünk a gyerekekről is, mert igazgató úr is említette, hogy nagyon sokat dolgoztak a pedagógusok is azért, hogy ez a program megvalósulhasson.
láthattuk azt is, mi is, amikor kim voltunk egy-egy helyszínen, hogy terelgették a gyerekeket, mondták nekik, hogy mit kell csinálni, hogy kell véghez vinni egy-egy tevékenységet, de honnan ez az energia a pedagógusoknak, hogy a mindennapi munka mellett felkészüljenek egy ilyen hétre is? Sok mindennel összefügg ez többek között azzal is, hogy a pedagógusoknak ettől az évtől kezdve, ennek az évnek szeptemberétől kezdve többet kell bent tölteni az iskolában. Nálunk a 20 órán felül, ugye még plusz 12 órában bent kell tartózkodni, ott kell lenni az iskolában, és ha már egy pedagógus itt van bent az iskolában, akkor természetesen nem ül nyugton a tanáriban, nem is tud, mert nem olyanok, hogy üljenek, akkor keresnek maguknak megfelelő tevékenységet, nem mint hogyha az előző években és ebben az Emplén televíziónál ennek meg is vannak a dokumentumai, nem csináltak volna hasonló heti programokat, akár sporttal, természetvédelemmel kapcsolatosan, de így tulajdonképpen megvan rá, biztosított az idő a pedagógusoknak arra, hogy ilyen tevékenységet végezzenek. Az előbb már sok mindenkinek megköszöntem, azoknak megköszöntem a segítségét, akik úgymond külső segítséget adtak, hogy megvalósulhasson ez a projekt hét, de utoljára teszem, ahogy szokták mondani, de mégis elsősorban kell megköszönni az itt dolgozó pedagógusoknak a munkáját, hiszen az, hogy ez létrejött, egyáltalán a terv megszületett, aztán megvalósult. A mindennapra megtervezett programok azok nagyon szépen sikerültek, és ez még dokumentálva lett. Ez az iskola pedagógusainak, gyógypedagógusainak és a pedagógiai munkát segítőknek köszönhető. A gyógypedagógus az a pedagógusok között is egy különleges ember. Eleve, aki gyógypedagógusnak megy, annak egy picit a gyermekek felé más a beállítódása, mint egy általános iskolában dolgozó pedagógusoknak. És ennek kapcsán aztán képesek azért keményen dolgozni és gondolkodni, hogy az ilyen nehéz sorban lévő, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekeknek is tudást tudjanak adni, hogy az itt az iskolában a konkrét tananyagon kívül még többen is tudjanak adni, és ha végignézzük a hetet, akár csak a kísérést, nem is volt olyan egyszerű kijutni oda a tangazdaságba, hogy mennyi mindent föl sikerült nekik fűzni onnantól, hogy hogyan megyünk keresztül a városon, hogyan megyünk azon a részen, az útnak azon a részen, ahol már nincsen járda, melyik oldalon megyünk, hogyan kerülünk át az úton, ott milyen balesetvédelmi szabályokat tartunk be, és ez végig az egész héten nyomon követhető volt, úgyhogy én már itt az iskolában megköszöntem egyszer a pedagógusoknak a munkáját, és most itt a televízión keresztül is megköszönöm a munkájukat, de megköszönöm egyébként az Emplén televíziónak a munkáját is, mert ők voltak azok, akik nap mint nap itt voltak, és követték a gyerekeinket és a pedagógusokat, így aztán rálátást is szereztek az iskolában folyó munkáról, és hogy az itt dolgozók milyen tevékenységet folytattak, és ezt be is fogják mutatni, hiszen ez is úgy ér valamit, hogyha ezt azért az új helyben és az új hely környékén nézzük, meg is nézik, és ez volt az egyik cél egyébként, hogy annak az iskolának az életére adjunk egy kis betekintést, amely egyébként egy elég zárt kör. Még a sátorai jóhelyben dolgozó egyéb pedagógusok sem túl gyakran fordulnak meg nálunk. Ők sem nagyon ismerik a mi munkánkat, az itt dolgozó pedagógusok munkáját, és én úgy gondolom, hogy megérdemlik az itt dolgozók, hogy a munkájukra odafigyeljünk is, és lássák mások is, hogy milyen néha ember feletti nagy odafigyelést, sok gondoskodást igénylő munkát végeznek. Sokat beszéltünk a hétről, de hogyha egy-két mondatba kéne összegezni, akkor mit mondana róla igazgató úr? Minden velünk volt ezen a héten. Egy szép kerek egészé állt össze ez a történet, hiszen az időjárás is kegyes volt. A gyermekek részéről meg volt az érdeklődés, a pedagógusok részéről volt rengeteg munka, és így ezek a dolgok egy olyan jó hetet, egy olyan tartalmas jó hetet és heti programot eredményeztek, amelyet, ha nem is ebben a formában, hiszen szület ezen az éven
nem lesz, de más formában ugyanúgy, ahogy ez egyébként tervben van, tehát nem is spontán történet volt, hanem ez a munkatervünkben egy beépített anyagrész volt, természetesen legalább ilyen szinten, sőt a tapasztalatokon felbuzdulva szerintem még magasabb szinten fogjuk megvalósítani. Az intézmény vezető mellett néhány diákot is megkérdeztünk arról, hogy mennyit tanultak a programokon keresztül, és mi nyújtotta számukra a legnagyobb élményt. Amikor voltunk a tolcsvai kiránduláson, nekem azt tetszett, amikor voltunk az üzemekbe. Mit tanultál meg az üzemekben, mit láttatok? Ilyen borkészítéseket, meg hogyan csinálják a borokat, miben rakják bele. Nagyon sok program volt nektek a héten. Neked mi tetszett a legjobban? Azok közül a sok minden tevékenységek közül, amiket csináltatok? Hát a szüretelé is. Te mennyi szőlőt szedtél? Sokat. De voltál már korábban szüretelni? Igen. Hol? Kivel? Hát a kaiba mamáiknál. Nektek is van szőlőtök? Igen. És te mennyire szereted a szőlőt? Nagyon is. És még mit csináltatok a héten? Neked még a szüreten kívül mi tetszett? A rajzolás. Tegnap voltatok Tolcsván is, ahol szintén sok mindent megismertetek. Először is megnéztétek, hogy hogyan készül a szőlőből a bor. Te mit tanultál a tegnapi napon? Mit láttál? Hogyan csinálják a bort? Hát van az a nagy, olyan jó nagy, az a, amit meg, az a szőlőket beleteszik, és ledarálják, és akkor beleteszik egy izébe, amiben bele kell tenni, és van ilyen két nagy cső, és átmegy a másik, a végén megy a csőbe, és beleteszik abba a nagy, óriás izék, abba a tartárokba, és akkor abba csinálják a izét, a szőlőt. És akkor, amikor megy tovább a szőlő, és amikor van egy izén, abba is egy ilyen nagy cső megy végig, és akkor beleteszik, ameddig lehet az a olyan van, amit a pincébe nem lehet lemenni, lemegyünk a gyertyával, olyan van, és akkor kész volt, utána meg beletették ilyen üvegbe, ilyen két, hát ilyen üvegbe beletették, és akkor azt tették bele az ízét, és akkor vitték tovább. De voltatok egy kádárműhelyben, és megnéztétek, hogy készül a hordó. Mennyire volt érdekes? Hát az nagyon szép volt, és akkor megmutatta az a bácsi, hogy lehet csinálni egy hordót, és akkor megfogta azt a nagy keretet, utána beletette egy fát, és rátette ilyen kapocsot, hogy ne jöjjön ki, és körbetette, és rátette tovább azt a vasat, és beletette a meleg vízbe. 15 percig kellett rajta lenni, hogy felmelegedjen, utána behozta az ember, és akkor végigkalapálta, hogy egyforma legyen, és ne legyen ilyen ovális. És akkor megcsinálták szépen, nagyon szép volt. Meg lehetett fogni, hogy milyen, és akkor meg lehetett nézni, hogy milyen anya izé fából van. Szerinted mennyire volt jó ez a hét? Mennyi mindent tanultál? Nagyon sokat? Hát nagyon, nekem nagyon tetszett, nagyon sok program volt, nekem az egész héten nagyon tetszett. Főleg ez nagyon tetszik, hogy mit csináltuk a szőlőt, és mit spréseltünk. A programsorozat végén a gyerekek egy óriási szőlőfürtöt formáztak az iskola udvarán, ezzel jelképezve azt az ismeretanyagot, melyet megszereztek a szőlőről, a szüretről, a borról a hét folyamán.